Mi a Fehérvíz ZRT-vel kapcsolatos álláspontja a Fidesznek? Ezt a kérdést tette fel Fazakos Attila, a Jobbik önkormányzati képviselője a sajtótájékoztatón. Szeptember 16-án rendkívüli ülést tart a város közgyűlése. Az ellenzéki frakció tagjai nem tudják, mit tartalmaz az előterjesztés. Egy biztos, ők az államosítás ellen vannak. Pénteken lesz a közgyűlés, hát itt vagyunk szerda 11 óra 30 után, és még mindig nem tudjuk, hogy valójában az önkormányzatnak, vagy az önkormányzati többséget adó Fidesznek mi ezzel a kapcsolatos álláspontja. Nagyon kíváncsian várjuk, de mindannyian, tehát mi ellenzéki képviselők arra fogjuk biztatni a többieket is, hogy ne szavazzák meg az államosítást. Ez a legfontosabb vagyonelemünk, a víz az életelemünk, tehát ezt nem lehet ilyen egyszerűen kezelni. Amint arról már beszámoltunk, a Fehérvíz ZRT 2022-es üzleti tervét május végén zárt ülésen tárgyalta Székesfehérvár képviselő testülete, ami jelentős, milliárdos veszteséget mutatott. Akkor kiemelték, ennek oka, hogy drasztikusan megemelkedtek a villamos energia költségek, és elhangzott, a megoldáshoz állami beavatkozásra lesz szükség. A képviselő testülettől egyhangú felhatalmazást kapott a polgármester, hogy kezdje meg a helyzettel összefüggő tárgyalásokat. Ez egy vállalhatatlan döntés. Márton Roland frakcióvezető arról beszélt, hogy egy átmeneti állami segítségnyújtásban látja a frakció a megoldást. Nem támogatják, hogy az önkormányzat lemondjon egy több milliárdos vagyoni elemről. Rácné Földi Judit, a DK politikusa pedig azt emelte ki, hogy szeretnék, ha a Fehérvíz ZRT továbbra is a székesfehérvári önkormányzat és a környékbeli közel 80 település tulajdonában maradhatna.